Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy kérdezfelelek videó lesz, mégpedig egy második, mert már volt egy kérdezfelelek videóm, és ezzel a videóval már elég régóta tartozok nektek, mert szerintem kb. Egy hónapja kértelek meg titeket, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket Instagramon, meg YouTube-on, meg még annó a másik kérdezfelelek videóm alatt is mondtam nektek, hogy tegyetek fel kérdéseket, és akkor majd egy következő körökbe leteszem őket. És most végre megcsinálom, úgyhogy kezdjünk is bele, mert nagyon sok kérdés van. Játszottál bármelyik Harry Potter játékkal? Igen, a harmadik résznek a PC verziójával, az Azkaban ifogolynak a PC verziójával, azt szerettem. Igazából akartam a az első kettővel is, csak azt nem vitte a gépem, úgyhogy azokkal nem tudtam. Kaphatnánk egy kis spoilert, hogy miről fog szólni a következő könyved? Hát annyit elárulok, hogy a következő könyvemben nem állatok lesznek, hanem emberek lesznek a főszereplők. És 5 főszereplő lesz. És igazából egy ilyen ifjúsági fantasy-szerű könyv, tehát az lesz konkrétan. És hát igen, ezt az 5 fiatal felnőttet, 19 és 22 év közötti fiatal felnőttet összehozza a sors, és nekik együtt el kell indulnunk egy küldetésre, ami során különböző múltbeli titkok kerülnek felszínre, és hát ez így elindítja őket az útjukon. És így nagyjából ennyi, amit elmerek belőle mondani. Ha lehetne választani a világ összes élő vagy halott írója közül, kivel dolgoznál legszívesebben együtt egy könyvön? Összidő szóval szerintem én nem nagyon tudnék mással együtt könyvön dolgozni, mert nagyon a saját fejem után megyek, tehát hogyha valakivel együtt kéne könyvet írnom, nem is tudom, hogy oldanám meg a dolgot, hogy mind, tehát hogy az ilyen nagyon kompromisszumokon alapszik, tehát hogy ugye ott mind a kettő félnek egyet kell értenie meg ilyenek, de hogyha így ez sikerülne, akkor szerintem Rick Riordannal szívesen írnék együtt könyvet, mert hogy így a kedvenc írom, meg neki jó a humora, meg szeretem az ő stílusát, úgyhogy vele szívesen írnék közösen egy könyvet. Tervezel külföldre költözni? Hát egyelőre csak egyetemre megyek, úgyhogy majd az, hogy megyek-e külföldre így költözés szintileg, hát az még az nagyon a messzi távoli jövőben van jelen pillanatban még számomra, úgyhogy aláig nem gondolkodok el. Mi a kedvenc zenei műfajod? Hát leginkább szerintem a pop, kicsit az indie, ez a kettő, amit szerintem legtöbbet hallgatok. De egyébként nagyon sok van, amit, tehát egy így nincs így kifejezetten egyféle zenei műfaj, amit nagyon hallgatok, mert igazából, hogyha valami tetszik, akkor tök mint, hogy milyen a műfaja, hallgatom. De nagyon sok mindent hallgatok. Szerintem így majdnem mindent, mindenfélét. Tényleg. De igen, leginkább valószínűleg a pop az, amit a legtöbbet. Mivel veszed fel a videóid? Hát eddig a nővérem kamerájával, ami egy Nikon D3300-as kamerával vettük föl, és most éppen kipróbálom az új kamerámat, ami egy Canon EOS 100, azt hiszem ez a neve pontosan, szóval most tesztelem az új kamerát. Most azzal veszem föl. Hogyan szeressem meg az olvasást? Hát leginkább úgy lehet megszeretni az olvasást, vagy hát én ezt most így saját tapasztalatból mondom, mert én nagyon sokáig nem szerettem olvasni, hogy meg kell találni azt a könyvet, ami így eléri azt egy adott embernél, hogy nagyon jó és nagyon tetszik neki, és gyorsan végigrágja rajta magát, és akkor így rájön, hogy amúgy az olvasás nem is egy olyan nagyon rossz dolog, és vannak jó könyvek, de és nem csak azok, amiket az iskolában 12 évesen köteleznek, hogy elolvasd, és te egyáltalán nem akarod. És igazából, hogyha megtalálod azt az egy könyvet, ami nagyon tetszik, akkor utána sokkal egyszerűbb találni hasonlókat, és utána így az ember szerintem rájön, hogy az az olvasás, ebben van valami, és akkor így elkezd keresgélni, és egyre több, és több, és több, és akkor így meg lehet szeretni az olvasást. Vagy legalábbis én így szerettem meg, ettől többet így nem tudok róla elmondani, mert biztos mindenki másként szereti meg az olvasást, de szerintem tényleg kell az az egy abszolút igazi könyv, ami elindítja az adott embert így az olvasás útján. Mióta kezdtél el nagyobb mennyiségben olvasni? 2013 óta, illetve 2013-ban szerettem meg az olvasást, és
utána így szép fokozatosan nőttek a könyvszámok, és az ipari mennyiségű olvasást azt szerintem olyan 2015 és 2016 környékén indítottam be. 2013-14 az volt így az indulási korszak, akkor még annyira sokat nem olvastam, de utána rengeteget. Azóta is. Hogy sikerült az érettségi? Nagyon jól, bár hát jól sikerült. Én bizonyos részével kicsit elégedetlen vagyok, de amúgy ahhoz képest, hogy jó lett. Tehát csak én a saját eredményemben nem vagyok megelégedve, de egyébként jó lett. Tehát, hogy a matek 4-es, minden más 5-ös, az emelt magyarom is ilyen jó lett, szóval tényleg nagyon jó lett, csak nekem nem tetszik, hogy a matekom 4-es lett. Ennyi. Mert igen. De ez van, mindegy. A pontjaim meg lesznek egyetemre, úgyhogy amiatt nem aggódom. Melyik könyv volt az, ami miatt könyvmoly lettél? Rick Riordantól a Villámtolvaj. És erről, egyébként erről van egy videóm is, azt ide belinkelem. Ez nagyon régi videó, úgyhogy úgy kell nézni. Melyek azok a könyvek, amiket sose fogsz elolvasni? Igazából itt csípőben nem mondanám rá egyik könyvre se, hogy soha nem fogom elolvasni, mert lehet, hogy így eljön egy pont az életemben, amikor azt mondom, hogy lehet mégis elolvasnám, de biztos vannak olyanok, amiket így egyelőre így annyira nem szeretnék, de így konkrétan nem mondanám rá egyikre se, hogy soha nem fogom. Mert bár csak a kíváncsiság véget valamikor szerintem kézbe fogom venni, hogyha például az ilyen nagyon hype-ot könyveknél szoktam úgy lenni, hogy mindenki ezt nagyon szereti, és csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ennyire szeretnek benne, és akkor már csak azért lehet, hogy föl fogom egyszer venni, vagy valahol, valamikor egy ponton így megszerzem a könyvet, csak azért, hogy el tudjam olvasni, hogy megértsem, vagy ne értsem meg, hogy az emberek miért szeretik ennyire. Melyik volt az a könyv, amire azt mondtad, hogy ennek így nem lehet vége? Hát ami így kapásból eszembe jött, az Így neveld a sárkányodat utolsó része volt, mert az sokkoló volt. Az fájt, logikus volt az a befejezés, és teljes mértékben így arrafele haladt a sztori, tehát, hogy a könyvek azok így fölvezették azt a befejezést, de attól függetlenül én még nem szeretem elfogadni, de jó volt az a befejezés, tehát nem arról van szó, csak fájt a kis lelkemnek. Miért csinálsz ritkábban videókat? Hát azért, mert ez egy sokrétű dolog egyébként. Szóval olyan április óta nagyon keveset is olvastam, mostanra kezdtem visszahozni a szintet, mert júliusban már most többet olvastam, mint júniusban, meg előtte májusban, tehát hogy most kezdek visszajönni. Szóval egyébként meg azért olvastam kevesebbet, mert hogy áprilistól kezdve így az érettségi az már nagyon ott közeledett, aztán arra itt tanulni kellett, meg ilyenek. Május, június meg azzal töltöttem, hogy szóbelire magoltam a tételeket, tehát hogy így nem nagyon volt időm, energiám nagyon másra, mert azért azt azért komolyan vettem az érettségit. Vettem volna egyébként lazábban is, mert tényleg nem volt annyira vészes, mint így messzire tűnt. De szóval az így eléggé elfoglalt. Meg egy kicsit a motivációm visszaesett YouTube terén mostanában, mert hát nem tudom, én így azt vettem észre, hogy így a videók nézettsége, tudom, hogy ritkábban is vannak videók, de így amúgy is a nézettségük így visszaesett így a korábbiakhoz, és nem tudom, ez kicsit így elbátortalanít, hogy így kevésbé van kedvem leülni és videót csinálni, meg agyalni, hogy mit lehetne, de egyébként, hogyha valakinek valami jó videó ötlete lenne, amit szeretnétek látni a csatornán, akkor kommentben nyugodtan hagyjátok lent, mert minden ötletet szívesen fogadok, és hogyha tudok belőle valamit csinálni, akkor azt meg is csinálom. De most már július van, és egyébként most júliusban is azért lesznek maximum kihagyások, mert hogy még vannak programjaim, tehát hogy nem vagyok olyan sokat itthon most se, de most igyekszem majd előre fölvenni a videókat, meg megvágni, meg beidőzíteni, és akkor remélhetőleg mostantól visszaáll a régi rend, és nem ilyen havi 3 videót fogok föltölteni, mert azért az én kis lelkemnek is fáj, csak idő, energia, ötlet hiány van, meg könyv hiány, mert nagyon, tényleg nagyon keveset olvastam mostanában. Mit olvasol most? Az előtti napon kezdtem, hogy ezt a videót felveszem, szóval hanyadika van ma? Igen. Ezt 7. óta olvasom, ez pedig a Horrorstör. Nem tudom, így. És ez, hát úgy néz ki, mint egy ilyen bútoráruház katalógus, mert ez benne a poén, hogy egy bútoráruházban történik valami furcsaság, amit még nem tudok, hogy pontosan micsoda, mert hogy most kezdtem a könyvet, 70 oldalt olvastam még csak,
aztán majd kiderül, hogy mi történik benne, de amúgy annyira ötletesen van megcsinálva, hogy az valami hihetetlen, úgyhogy most ezt olvasom. A nyári readathonon részt veszel, az a BookTubeathon, ugye? Az szerintem az, ami most már egyébként Reading Rush. És szerettem, vagy gondolkodtam abban, hogy részt vegyek rajta, bár az a 7 könyv egy hét alatt az rengeteg, de annyit nem tudnék olvasni, tehát hogy bennem nincs így meg az akaraterő, hogy leüljek és 7 napon keresztül csak olvassak, és ez az kellene. Én meg azt annyira nem szerettem, mert akkor úgy érezném, hogy nem csinálok semmi mást, és így szeretek mást is csinálni azért az olvasás mellett. Ráadásul, de így úgy voltam vele, hogy jó, hát egy pár könyvet annyi idő alatt el lehetne olvasni, de az a probléma, hogy pont úgy van a dátum, hogy a kezdeti és a vég dátuma a readathonnak, vagy a BookTubeathon, vagy a Reading Rush, vagy nevezzük, aminek akarjuk, az pont úgy lesz, hogy én 2 napot leszek közte itthon, úgyhogy az elején is, meg a végén is máshogy van programom, úgyhogy valószínűleg nem fogok rajta részt venni, sajnos. Majd, de hát ha a jövőre, vagy nem tudom, vagy csak úgy így félig meddig részt vagyok rajta, hogy olvasok egy pár könyvet abban az időszakban, majd nem tudom. A könyvedet honnan lehet beszerezni? A leírásban van egy acacrendelés@gmail.com e-mail cím, onnan a... Hát én azt mondom, hogy onnan a legegyszerűbb, mert onnan bármelyik részt bárhogyan be lehet szerezni, amúgy meg lehet kapni a Bookline-on, Liránál és a Librinél 1-2 részt a 4-ből. Hogyha bármilyen könyves karakter bőrébe bújhatnál, ki lennél? Tudnék mondani egyet, de az a saját könyvemből van, úgyhogy... vagy hát a következő sorozatomból. Szóval, azért inkább nem mondom. Nem tudom. Ez tényleg... Ezt lehet kihagyom azt. Mondjuk a Vajákból Ciri szívesen. Nem tudom. Az úgy... Nem teljesen, de úgy... Érdekes lenne, fogalmazzunk így. Mennyi könyved van az Agave kiadótól? Hát szerintem csak 3, az meg az Éhezők viadala. De nem kevés magyar könyvem van egyébként. Tudod napra pontosan, hogy mikor szeretted meg az olvasást? Nem tudom, hogy pontosan hanyadika volt, de tudom, hogy megnéztem a Szörnyek tengerét moziban. Aznap kölcsön kértem a Villám tolvajt, az unokatesomtól. És aznap el is kezdtem olvasni, és másnapra ki is olvastam, tehát hogy az akkor volt, a konkrét pontos dátumot nem tudom megmondani, de ez 2013. augusztus vége volt, azt tudi. 20 és 30 között valahogy. Miért kezdted el olvasni a Villámtolvajt, ha akkor még nem szereted a könyveket? Azért, mert a filmeket láttam, és ugye akkor még nem olvastam a könyveket, tehát nem tudtam, hogy a filmek egyébként nem jók, és akkor még jónak találtam a filmeket, és az unokatestvérem olvasta a könyveket, és ő mondta, hogy ez meg ez nem így van, meg hogy a könyv jobb, meg mit tudom én, és így nem tudom, hirtelen felindulásból voltam, hogy én már pedig el fogom olvasni a könyvet, mert ezeket a filmeket nagyon szeretem. Szóval nem olvastam a könyveket, és azóta nem szeretem a filmeket. De igen, azért. Te is szenvedtél az Aranyemberen kőszívűn 6. végén. Az Aranyember nálunk 10. volt kötelező olvasmány, de egyébként nem olvastam, csak a filmet láttam. A kőszívűt pedig valami felindulásból elkezdtem olvasni nyáron, 7. előtti nyáron, és az első kötetet el is olvastam, a második kötetet nem, szintén megnéztem filmben. 8. előtt mi a kötelező? Fogalmam sincs. Nem tudom, nálunk ezt így nem is emlékszem, meg szerintem ez annyira nem volt túl komolyan véve nálunk. Tudták, hogy nem olvassuk el őket, tehát nem is nagyon próbálkoztak. Ki az az ember, akit példaképednek tartasz, és miért? Ez lehet, hogy már volt az előző kérdés felelekben, de így igazából nem tartok senkit külön példaképemnek, mert így nem valakire hasonlítani akarok, vagy hogy így közelíteni, hanem így... Nem tudom. De így konkrét példaképem nincsen, mert így van az, hogy tudom, hogy kb. Így milyen irányba akarok elmenni, meg mit szeretnék, de így nem... Nem az van, hogy ott az út végén látok egy embert, hogy na, én olyan akarok lenni, mint ő. Mert nem, ilyen nincs. Az első angol könyved előtt tanultál angolul, milyen szinten voltál a nyelvben? Hát az első angol könyvem előtt tanultam angolul, mert kb. 13-2014. Az 7. vége, 8. eleje.
Hát kb. Ilyen 7-8 éve tanultam addigra angolt. Mert hogy én elsőtől tanultam angolt. És olyan 7 évnyi angol tudás volt mögöttem. De egyébként annyira jó nem voltam. Szerettem az angolt, de annyira jó nem voltam. Vagy hát nem, tehát egy relatíve, tehát hogy jó voltam már akkor is angolból, viszont amióta angolul olvasok, azóta így ugrott egy hatalmasat így az angol tudásom szintje. De tényleg óriásit. Érdemes Eric Riordan könyvvel kezdeni az angolul olvasást? Én azzal kezdtem, szóval szerintem igen. Én az elveszett hőst olvastam angolul, mert hogy akkor még a közelében sem volt telefordításának, és annyira belehavarodtam Eric Riordan könyvbe, voltam, hogy hát nem érdekel, én nem várom meg, hogy lefordítsák. Hányadik része tetszett a legjobban a Vaják könyvsorozatnak, és miért, melyik nem tetszett, és miért? Én megvallom, őszintén nem emlékszem így nagyon külön-külön, hogy melyik részben mi történt, és hogy melyik tetszett legjobban, melyik a legkevésbé, hanem így egyben kezelem nagyjából a sorozatot. Nem tudom, az első része az például az nagyon jó volt, azt olvastam először. Hát az 2 éve nyáron volt, mikor én a Vajákot olvastam, úgyhogy így kicsit tehát összefolynak a könyv, nem is tudom, hogy melyikben konkrétan mi történik. Melyik legkevésbé? Hát ezt annyira nem tudom megválaszolni. A családodban vannak más könyvmolyok is, vagy csak te vagy az, mi egy nagy könyvmoly család vagyunk. Mindenki szeret olvasni. Nem feltétlenül ilyen havi 4-5 könyvet olvas mindenki, de hogy mindenki szeret olvasni, az fix. Tehát, hogy szeretjük a könyveket nagyon. Ez lehet furán hangzik, de hány könyves polcod van, csak mert annyi könyvet bemutatsz a videódban, és el nem tudom képzelni, hogy hol férnek el. Egyetlen egy darab könyves polcom van, ami itt mögöttem látható, ettől többem nekem nincsen. Erre az én saját tulajdonomban lévő 143 könyv van talán, moly szerint. Szóval ilyen 140 könyvem van, ők nagyon kényelmesen elférnek rajta, még van is rajta jelen pillanatban hely. Amiket meg itt nagyon szoktam mutogatni könyveket, azt vagy a nővérem polcáról hozom át ide, és mutatom be, vagy a nagy szobánkból, ahol meg még van pár könyves polc, tehát hogy van 2, 4, 5, hát egy olyan 5-6 könyves polc még van ezen kívül a házban, és azok is tele vannak könyvekkel, szóval igen, leginkább a nővéremtől szoktam így videókhoz becsorni a könyveket. Fontosnak tartod, hogy a könyv meglegyen saját példányban, vagy könyvtári könyveket is szívesen elolvasod. Ez a könyvtáros dolog, ezt szintén megválaszoltam az első kérdez felelek videómba. De igazából el tudom gyorsan mondani még egyszer, tehát hogy én leginkább olyan könyveket olvasok, amit vagy nem fordítottak még le magyar, vagy hát friss megjelenés, és akkor nem feltétlen van benne a könyvtárban. Tehát most egy Rick Riordan könyvet nem feltétlenül találok meg a könyvtárban, mert hát ugye az a probléma, hogy ja, de az is nem fordítják le, igen. Meg hát igen. Így nagyjából ez a két oka. Meg én sokkal jobban szerettem eredeti nyelvben, mármint hogyha angol az eredeti nyelv, akkor elolvasni a könyvet, és a helyi könyvtárban annyira angol, olyan angol könyveket, amiket én olvasnék, olyanok nagyon nincsenek, szóval azt így nem használom. Ebből az okból kifolyólag, de úgy használnám, mert nincs problémám a könyvtári könyvekkel, csak... Hát igen. Tudsz ajánlani Rick Riordan könyvekhez hasonlót? Az a baj, hogy olyat, ami le van fordítva magyarra, nem. De egyébként igen, olyat, ami le van fordítva magyarra, olyat nem nagyon. Akartam mondani, Rick Riordan most csinál egy ilyen projektet, hogy ilyen Rick Riordan Presents. Nem külön kiadó, de hogy van egy ilyen most így a Disney könyveken belül, amiben az ő könyveit is publikálják külföldön. És hogy ott több ilyen mitológiai világos, tehát a konkrétan a Rick Riordan könyvekhez hasonló könyvek jelennek meg, mindenféle mitológiai világot megjelenítve, de azok sincsenek lefordítva, úgyhogy így sajnos nem. Milyen olvasási szokásaid vannak? Van egy olvasási szokásaim könyves tag, és azt kitöltöttem tavaly még, úgyhogy ide belinkelem. A Barangolás Európában sorozatot hamarosan folytatódik. Amint olvasok nem angol vagy magyar szerzőtől könyvet, igen, most már megjött a viharidő a Vajákhoz, úgyhogy valószínűleg arról majd lesz, ha elolvasom. És ja. Majd lesz.
Innemed a serkényezett könyv miről szól, kinek ajánlott? Van róla szintén videóm, úgyhogy arról most nem beszélnék külön. Hány könyv van a polcodon? 140, ezt azt hiszem említettem az előbb, 140 körül vagyok, igen. Hogy dekorálod szívesen? Hát, gyertyák. Kövek. Ja, kb. Így is szerintem kicsit sok minden van rajta, mert nem szeretem, hogyha így egy polc így túl van tömve mindenféle porfogókkal, de hát most így ennyi minden van rajta. Annyira nem szoktam túl gondolni a dekorálását, tehát hogy fölteszem, aztán valami majd lesz. Nem tetszik, leveszem. Mik a kedvenc tévés és könyves sorozataid? Hát könyvesből minden, ami Rick Riordan sorozat, így neved a sárkányodat. De szerintem erről is vannak videósorozataim, na mindegy. Ja, hát a Gyűrűk Ura. De azt valaki megvétózná azzal, hogy az egy darab könyv, szóval azt inkább nem említem ide. A Vajákot is szeretem. Na, sok van. Sok. Vándorsom, kisasszony, sok van. Az ilyen ekte kedvenc. Ja, Harry Potter, majdnem kihagytam. Nagyon sok tévésorozatot nézek. Hát a Brooklyn Nine-Nine az biztos. Az nagyon jó sorozat, azt mindenki nézze, az nagyon az ilyen jó. Az így a most jelen pillanatban szerintem a kedvencem. De azon kívül nagyon sok mindent nézek. Majd lehet erről is lesz egy videó, hogy így összefoglalom ezeket a sorozatos dolgokat, mert nagyon sok van. Vaják sorozatot hány évtől ajánlod? Hát ez nagyon attól függ, hogy így nem tudom a vért, meg hát ilyen felnőtt dolgok azért vannak benne, szóval hogy attól függ, hogy azt mennyire bírja az adott ember, de ilyen 15-6 fölött szerintem arra van bekategorizálva. Mit tartasz az erősségednek és mit a hátrányodnak, amikor írásról van szó? A hátrányom az biztos, hogy az, hogy mivel nagyon sokat olvasok angolul, ezért mindig az angol szövegszerkezetet akarom használni írás közben, és ezért ilyen nagyon fura mondatszerkezeteket tudok összepakolni. Tehát, hogy azt utána elég rendesen ki kell javítani, mert tényleg mint hogyha egy angol tőfordítást írnék rá, úgy néz ki néha a dolog. És így ez kicsit megvariálja a helyzetet. Az erősségemnek én nagyon szeretem így azt, hogy én nem nagyon megyek rá az ilyen leírásos részekre, mert én azokat annyira nem is szeretem, hanem így szeretem magam tartani ahhoz, hogy szigorúan az eseményeket így pörgetem is. Vagy hát próbálom pörgetni és azt leírni, hogy mi történik, nem azt, hogy néz ki egy adott embernek a ruhája így nagyon, hanem csak így nagyjából, hogy amúgy nem tudom, zöld ruha van rajta, de menjünk tovább, mert ez nem érdekes, majd az olvasó oda képzeli, ahogyan szeretné. Nem lesz újra nyereményjáték, amelyben a könyveit sorsolod ki? Majd biztos lesz, csak mostanában így nem volt rá kapacitásom, hogy azt is megcsináljak. Mi a véleményed a horror témájú könyvekről? Szerintem, hogy nagyon horror könyveket nem olvastam még, úgyhogy így nem tudok külön véleményt róluk formálni. Most ez a horror törzse biztos, hogy horror, vagy thriller, nem tudom, hogy a kettő közül melyik. De hát, hogyha valaki azt szereti, akkor azt olvassa most. Az, hogyha én nem olvasok adott témájú könyvet, az nem jelent semmit, én csak azt nem szeretem. Szóval így nincs külön véleményem róla. Havonta veszel könyveket? Nem. Nem, akkor veszek könyvet, amikor van valamit, meg szeretnék venni. Most például úgy volt, hogy január végén vettem utoljára könyvet, és utána június végén. És kettő között csak a Beren és Lúthient vettem, mert kaptam könyvutalványt. A Sötét Elméket végül olvastad, a Várólistás videódban benne volt. Még nem jutottam, még nem jutottam el odáig, úgyhogy az még mindig várólistán van. Hol szeretsz leginkább olvasni? Az ágyamban, vagy a nappaliban, a kanapén, per a fotelban. Igen, az a kettő ideális helyem, oda szoktam így bekóckózni. Ha lejár a felvétel időszak, foglalkozol a Csikóki tűzben születes sorozatos utolsó köteteivel? Igen, az így folyamatosan foglalkozásban van. Hát igazából most az utolsó részt kéne javítani. Ennyi. Meg illusztrálni is kéne. Jó, még egy dolog, amit nyáron el kell intéznem. Játszottál vala a Witcher játékokkal, és ha igen, mi a véleményed róluk, plusz mi a véleményed eddig a The Witcher Netflixes sorozat híreiről?
Nem játszottam a Witcherrel, viszont eleve azért kezdtem el olvasni a vaják sorozatot, mert láttam mást játszani vele, és úgy nagyjából elmesélte, hogy mi az alapkoncepció, és mondta, hogy van belőle könyv, mondom, na, tök jó, akkor ezt majd utána nézek, és hát ebből lett az, hogy elolvastam az összes könyvet. A Netflix és sorozatnak már így annyira nem követtem a híreit, majd meg akarom nézni, hogyha kijön, mert érdekel, hogy milyen lesz. Aztán majd meglátjuk. Nem tudom. Egyelőre még annyira nem izgultam rá, és akkor így nem tud akkor a csalódás érni. Hogyha nem lenne jó. Olvastad de a 39 kulcs című sorozatot? Ha olvastad, hogy tetszett, ha nem olvastad, miért nem? Szeretném olvasni, csak azért, mert az első részt Rick Riordan írta, és így ebből kifejezőleg valamennyire érdekel. Viszont nem olvastam még, mert hát be kéne szerezni, hát ilyen egyszerű, hát most nagyon másként nem tudom azt mondani, hogy miért nem olvastam. Csalódásként élted meg az aranymosást? Igen, mert a készülő új sorozatomnak az első részét beküldtem az aranymosásra. Nem mondanám, hogy csalódásnak éltem meg, hanem így nem tudom. Hát úgy vagyok vele, hogy én megpróbáltam. Aztán majd még próbálkozok tovább. Nem tudom, volt egy kicsit érdekes dolog az aranymosáson, szóval. Hát ez van. Melyik a kedvenc legendás állatod a Harry Potter világából? A furkászok. Ők cukik. Mit fogsz tanulni az egyetemen, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, idézőjelben? Nem azt szeretnék lenni, amit egyetemen fogok tanulni, hanem azért választottam az informatikus könyvtáros szakot, mert az volt az az összes létező szak közül az, ami így a minimális mértékben érdekel. Egyébként író szeretnék lenni. Tehát, hogy így, ez így néz ki. Író szeretnék, befutott író, ha nagy leszek. Így, akkor így pontosítok, mert lényegében már író vagyok, ha már van kiadott könyvem. Hány évesen kezdtél angolul olvasni? Kb. 14. Wattpadra nem írsz egyáltalán, ismered? Igen, ismerem, de nem írok rá, hanem így nem úgy írok, hogy így Wattpadra, vagy ilyen blogszerűen, hanem egybe megírom a könyvet, és akkor utána majd lesz belőle valami. De igen, tudom, hogy mi az. Most írsz valamilyen könyvet? Mindig írok valamilyen könyvet, tehát hogy jelen pillanatban 3 befejezett könyvem van. A negyediknek meg van a vázata, szóval meg kéne írni. Mi inspirál akár videózás, akár írás közben? Videózás közben annyira szerintem nincs, ami így külön inspirálna. Max az, hogyha van egy olyan videó, aminek nagyon jó nézettsége lesz, vagy így nagyon tetszik, akkor az valamennyire. Írás közben meg feltétlenül az, hogy van egy lejátszási listám, aztán az arra bepakoltam ilyen végtelen mennyiségű filmzenét, és azok nagyon motivációs hatással tudnak rám lenni. Mindig azt hallgatom írás közben. Hány éves vagy? Szerintem ezt is már valahogy tisztáztuk az előző keresztfelelekben, de azért elmondom még egyszer. Jelen pillanatban 18, majd novemberben 19. Melyik könyvből csinálnál filmet? Igazából ez összesből. Már hogyha ilyen jó könyvadaptáció lenne, vagy filmadaptáció, tehát hogyha jó adaptáció, akkor bármelyikből. Melyik filmet szereted jobban, a Hobbitot vagy a Gyűrűk Urát? A Gyűrűk Ura mérföldekkel, kiló, messze sokkal jobb, mint a Hobbit filmek. Ez sokkal jobb. Mi jelenleg a kedvenc könyved? Nincs külön egy darab echte kedvenc könyvem. Sok kedvenc könyvem van ott. Tehát, hogy ilyen Harry Potter, Gyűrűk Ura, Rick Riordan könyvekből sok, meg még egyéb másból, így neveld a sárkányatát, hogy sok van. Egyet, nem tudnám azt csinálni, hogy egyet kiveszek abból a 200-300 könyvből, amit így életemben olvastam, és azt mondani, hogy na ez a kedvencem, mert ilyen nincs. Melyik az a könyv, amelyikhez legkevésbé kötődsz? Mármint, hogy melyik az, amelyiket olvastam, és így vagy amelyik megvan, és így el tudnám dobni, mert hogyha az, amelyik könyvhöz legkevésbé szerintem a The Shadow Year, mert az valami katasztrofálisan rossz könyv volt. Az igen, azt el is hajítottam szó szerint. Számítógépen vagy kézírással írod a könyveid? Hát, ha kézírással írnám, akkor is előbb-utóbb be kellene gépelni, szóval egyszerűbb akkor már gépelve. Mert egyébként úgy kezdtem, hogy legelején még lapra, de aztán rájöttem, hogy rengeteg macera van azzal, hogy én utána azt begépeljem, úgyhogy szerencsére utána átmentem teljes mértékben gépre. Melyik könyvet tennéd kötelező olvasmánnyá, ami még eddig nem az?
egyiket sem. Mert amint valamelyikre ráaggatják a kötelező olvasmányjelzőt, onnantól szerintem az emberek szerintem minimum fele, vagy legalábbis így a saját osztálytársaimból kiindulva így majdnem mindenki elveszíteni az érdeklődését az iránt, hogy elolvassa, mert kötelező, szóval van alapból már egy előítélet iránta meg, hogyha valakit kötelezni akarunk arra, hogy olvasson egy könyvet, akkor az már nem azért fogja fölvenni ezt a könyvet, mert hogy érdekli, hanem azért, mert hogy kényszerítjük rá, szóval hogy ebből kifolyólag szerintem már más élményt fog az a könyv alapból nyújtani, mint hogyha magától venné föl és nem kényszerítenénk rá. Szóval egyiket sem, inkább. Melyik John Green könyvet szeretted a legjobban? Csillagainkban a Hiba és Catherine köbön volt a két kedvencem, plusz a Papírvárosok, ez az 5-ből 3-at most felsoroltam, tehát hogy jó vagyok, de nem tudom, ez a három, ezek voltak a legjobbak. Ismered a Vándor Sólyom kisasszony különleges gyermekeit? Ha igen, és olvasod, beszélsz egy kicsit róla. Ismerem, olvastam 2017 legelején, most jött ki az negyedik része, azt is el kéne olvasnom. Viszont újra kéne olvasnom az egész sorozatot ahhoz, hogy jobban tudjak róla beszélni, mert igen, mert már azért nem annyira friss az olvasási élményem. Mi a véleményed a vörös pöttyös könyvekről? Húha! Igyekszem kerülni őket. Annyira nem vagyok értük oda, de erre megvannak a saját okaim, de nem azt mondom, hogy rosszak, csak én nem szeretem őket, szóval ha valaki a vöröspöttyös könyveket szereti olvasni, csinálja. Én nem vagyok vöröspöttyös könyv olvasó. Ami vöröspöttyös könyvben, mint saját tulajdonban van, az a... Nem látszódik, de mindegy. Szóval a Luxen sorozat, valamint az végzetereké, mondjuk ez nem a vöröspöttyös magyar kiadás, hanem az angol kiadás van meg, de igen, de nem. Nem vagyok vöröspöttyös van. Tudod esetleg, hogy mikor jön ki a többi Rick Riordan könyv folytatása? Nem. Mármint, hogy a magyar, gondolom, hogy a magyar megjelenés itt a kérdés, de nem. Tehát eleve a külföldi megjelenéseket sem annyira követem. Az angol megjelenéseket sem. A magyarokat meg pláne nem. Tehát, hogy így annyira nem szoktam így nézegetni, hogy úristen, mi a következő megjelenő könyv, hanem hogyha van egy olyan könyv, ami érdekel, hogy mikor lesz folytatása, azt így konkrétan megkeresem, de amúgy meg nem. Szóval nem tudom. Meg ilyen magyar könyvek terén, hogy ez meg az meg fog-e jelenni magyarul, nem tudom, nem dolgozom kiadónál, nem vagyok kiadóban, szóval én nem tudok ilyen belsős infókat megosztani, hogy mikor, meg hogyan, meg miként. Nem tudom. Az angol megjelenése meg, hogyha lesz valamelyik könyvnek, általában Rick Riordannak úgy vannak a könyvei, hogy évente jelenik meg egy új rész a sorozathoz, most szeptemberben fog, vagy októberben, most nem tudom pontosan, mindegy, most összejelenik majd meg a Trials of Apollo negyedik része, neki Rick Riordannak jelenleg az az egyetlen futó sorozata van. Ha csinálnám egy top 10-es listát a valaha általad olvasott legjobb könyvekből, mi lenne a sorrend? Fogalmam sincs. Az a probléma, hogy ez is olyan, hogy úgyis a kedvenc könyveim, sorozataim ilyen kedvencebbek lennének a legelején, és ezeket így nem hogy első, második, harmadik, negyedik így bekategorizálni, mert mindig attól függ, hogy éppen melyikért rajongok jobban, hogy melyiket olvastam, melyiket néztem legutóbb, tehát melyiknek az adaptációját néztem legutóbb, szóval ez annyira változó, hogy nem tudnék egy stabil listát összeállítani. Ki a kedvenc színészed? Ez szintén úgy vagyok, mint a kedvenc könyvekkel, hogy van sok színész, akit szeretek, egyet nem tudnék belőlük választani, hogy ő az, akinek minden filmjét megnézem, mert őt annyira szeretem, és úristen, és nem tudom, tehát hogy sok színész szeretek. Mi a kedvenc filmed? Erre ugyanezt tudom válaszolni. Tehát egy ilyen egyet nem tudok válaszolni, sok van. Szereted a Marvelt? Ha igen, és láttad az Endgame-et, mi a véleményed róla? Igen, szeretem a Marvelt, láttam szerintem az összes... Igen, az új Pókembert még nem, de amúgy azon kívül az összes mostani új hullámos Marvel filmet láttam. És az Endgame-ről a véleményem pedig ez. Nagyon-nagyon jó volt. Igen, és azt hiszem ennyi kérdésem volt, igen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!